A májusban kiírt pályázatra első körben 10 milliárd forint állt a pályázók rendelkezésére, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt az összeget közel 5 milliárd forinttal megemelték. A gazdálkodók kis és nagyértékű gépekre is pályázhattak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalnál. Október 15-ig lehet a kifizetési kérelmeket beadni, ami azt jelenti, hogy addig a napig meg is kell valósulni a beruházásnak, tehát ez úgy kell megvalósulni, hogy a kiszemelt eszközöt meg kell vásárolni, nem csak fizikai teljesítés kell, hanem pénzügyi teljesítés is kell szükséges, tehát ki is kell fizetni az adott eszközt, hogyha olyan eszközről van szó, amit forgalomba kell helyezni, tehát mondjuk egy traktorról van szó, akkor az forgalomba is kell eddig az időpontig helyezni. És a kifizetési kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani az MVH-nak a felületén. A kisértékű kerti gépek közül a 100 lóerő alatti traktorok iránt volt a legnagyobb a kereslet. Azok tudták igénybe venni, akiknek a kertészeti üzemmérete meghaladta a 4 eume nagyságot, és hát volt egy egész hosszú lista, amiből lehetett válogatni. Tehát az ennyi, hogy volt benne traktor 100 lóerőig, valamint mulcserek, permetezők, bele lehetett tenni még a szemenkénti vetőgépet is. Ezt úgy, olyan módon, mert hogy a kertészeti üzemméretbe beleszámít a csemege kukorica is, és ezért ugye a szemenkénti vetőgéppel csemege kukoricát pedig el lehet vetni. A támogatási intenzitás 35% és 45% közötti utófinanszírozásos megvalósítással, ami azt jelenti, hogy az idei év végéig fizeti ki az MVH a pozitívan elbírált projektek támogatási összegét.